Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Szakelmetál autóalkatrész. Napok óta azzal van tele az internet, hogy ellopták egy Porsche Taycan fényszóróit, de mintha minimum Hulk lett volna a tettes, mert úgy feltépték szerencsétlen autó elejét, az első sárvédőket, mint egy konzervdobozt. Viszont ez még önmagában így is csak egy mínuszos hír, de ez nem jelenti azt, hogy a Check Engine-en ne kezdhetnénk foteltudományos fejtegetésbe a cannabis termesztésről. Ezt nem láttátok jönni. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán kezdünk is. Gondolom senkit nem lep meg, hogy a Porsche Taycannak nagyon drágák a fényszórói. Ahogy járkáltam a Porsche Magyarország online konfigurátorában, találtam egy 708 és egy 902.000 forintos változatot is. És hogyha valaki esetleg nekigurulna egy teherautónak és szerencsétlen módon beverné mindkettőt, hát ilyen kéz alól vásárolható darabokat 5000 euróért találtam. Egy pár fényszóróért. 5000 euró. Nagyon súlyos érték. Viszont mielőtt megnézzük, hogy mit tudnak ezekkel kezdeni, akár a fekete piacon, akár másút, előtte meg kell nézni, hogy milyen fajtákról beszélünk. És itt most nem korlátoznám a Taycanra, hanem úgy általában az elmúlt néhány év Porsche fényszóróiról szeretnék beszélni. Van egy olcsóbb és egyszerűbb változat, ez csak a futóművel és a kormányszögi eladóval tud kommunikálni, hiszen ha megpakoljuk az autót és leül a hátulja, akkor szintezni kell a fényszórót, azért, hogy ne vakíts el a szembejövőket, valamint a kanyarkövető funkció az ebben a kategóriában ma már úgymond a fapadhoz tartozik. És van egy drágább, komplexebb fényszóró variáns. Itt a kommunikáció sokkal szerteágazóbb, mert nem csak a futóművel és a kormányszögi eladóval, de a radarokkal, a kamerákkal és még nagyon sok mindennel egyébbel is kommunikál a fényszóró. Ezek ugye a modern LED matrixos rendszerek. Kitakar, irányít, akár a lámpán belül egyenként is kapcsolgat szegmenseket. Ez egy aktív elem, nem csak végrehajt bejövő parancsokat is, de elemzi és értékeli azokat. Tehát ennek egy saját számítógépe van, szoftver fut rajta, és ez nagyon fontos, alvásszám alapján hozzárendelődik az autóhoz. Tegyük fel, hogy hozzám került jó árasítva egy ilyen lopott fényszóró, simán lehet, hogy beszerelem az autómba, és még akár világítani is fog, de nagy valószínűséggel nem működik majd rajta minden funkció. Online diagnosztikával amúgy vizsgálható a lopott lámpa. Ha a tulaj lejelenti az adott alkatrész lopását, akkor a Porsche látni fogja, hogy azt beszerelték egy autóba. Tehát ennek a zöld Taycannak a tulaja szomorúan bebattyog a Porschéhoz, megmutatja az alvásszámát, ebből aztán tudni fogják, hogy milyen lámpát kell keresni, és hogyha valaki feldugja ezt egy autóra, akkor bizony az látszani fog a Porsche rendszerén belül. Évjárattól függhet amúgy, hogy mi kell a beszereléshez. Egy régi Cayenne-nél egy szabványprogramozó egységgel illesztheted az autóhoz, ugye erre hivatkoznak úgy a nepper nyelvbe, hogy feltanítod, gyönyörű műszó. Modernebb autóknál viszont komponensvédelem van, és bizonyos paramétereket az illesztés során fésül össze a szoftver egy szűzlámpánál, tehát egy utángyártott dobozból kivett lámpánál. Egy lopott lámpánál viszont az eltérő paramétereket nem tudja összefésülni a szoftver, így még a diagnosztikai eszközt is blokkolhatja, és jelez a Porsche-nak, aki pedig a hatóságoknak. A komponensvédelem tehát egyfajta ellenőrzött feltanítás egy olyan gépen, aminek az engedélyeit korábban hitelesítették. Konyhanyelven tehát elmondhatjuk, hogy vannak fényszórók saját szoftverrel és számítógéppel, meg vannak anélküliek, utóbbiak lopás szempontjából valamivel egyszerűbbek, és továbbértékesítés, valamint egyéb szempontokból egy kicsit könnyebb dolga van a tolvajoknak. Szinte megnehezíti a továbbértékesítést az, hogy nagyon sokféle lámpa létezik. Ugye különböző célországokban simán előfordulhat, hogy más és más szabályok vannak érvényben a világítótestekkel kapcsolatban, aztán vannak jobb és bal kormányos országok, vannak speciális kivitelek, mi egyéb. Tehát, hogy amikor ránézünk egy autóra és azt mondjuk, hogy van neki buta lámpája, meg okos lámpája, akkor még nagyon messze vagyunk az igazságtól, mert ezeknél lényegesen több alvariáns létezik, attól függően, hogy az adott autót hova szállják. Tehát nem feltétlen lehetetlen a fekete piacos továbbértékesítés, de mindenképpen nehéz. A másik elmélet a marihuána termesztés, és nekem ez a kedvencem, nem azért, amiért gondoljátok, csak mert annyira abszurd, hogy valaki luxusautók fényszoróinál akarna ganzsát termeszteni. Viszont a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején kifejezetten gyakran jöttek szembe ilyen hírek.
jellemzően bizonyos Range Rovereket és korai Porsche Cayenne-eket emlegettek, mert ezekből minimális szakértelemmel, tulajdonképpen roncsolás nélkül kipattintható a fényszóró. Abból a szempontból amúgy még meg is állhat a dolog, hogy az általam megkérdezett szakértő szerint a lámpa autó nélkül is működésre bírható. Tehát, hogyha a lámpa megkapja a tápot, de a kommunikáció az áramellátástól függetlenül zajlik. Ennek biztonsági okai vannak. Tehát, hogyha valamiért nem megy végbe a kommunikáció a lámpa és az autó között, akkor is világítania kell, hogy te ne autókázott a sötétbe, maximum néhány funkció nem lesz elérhető, és természetesen hibát ír majd a műszerfalon. De az nagy valószínűséggel biztos, hogyha rádugod tápra egy ilyen lámpát, akkor világítania kell. Pusztán világítani amúgy elég neki az áram, de hogyha klimpírozni is akarod, tehát hogy bizonyos funkciókat működtetni, fényerőt változtatni, refit kapcsolni és hasonlók, ahhoz már szükséged van a Cambus rendszerre. Bárhogyha valaki igazán elvetemült, akkor egy Arduino-val vagy Raspberry Pi-vel simán meg tudja csinálni. De miért jó az autófényszóró a marihuánának? Ez a nap legérdekesebb kérdése amúgy. A fény elektromágneses sugárzásként is jellemezhető, ennek van egy látható tartománya, nagyjából így 400-tól 700 nanométerig, ami e fölött van az infravörös, ami ez alatt van, az pedig az ultraviola. A növények a fény bizonyos spektrumát tudják csak hasznosítani, és bár nincsenek saját tapasztalataim, de az tudható, hogy a mariska növekedése közben más-más tartományokat kedvel a fényspektrumból. A vegetatív szakasz az a növekedés azon periódusa, ami a csírázás után, de a virágzás előtt zajlik, ilyenkor a 4-500 nanométeres, vagyis a kék fényspektrum az ideális. Aztán a 460 nanométeres hullámoknak a növekedési fázisban van szerepe, a virágzás közben pedig a 620 és 740 nanométer közti tartományt szeretik igazán. Az mindenképpen az elmélet mellett szól, hogy az autófényszóró ilyesfajta illegális tevékenységre tulajdonképpen világbajnok. Olcsón beszerezhető, hiszen lopod. Aztán nem kell neki sok áram, vagyis nem fogja pörgetni a villanyórát, nem válsz gyanúsa a szomszédnak, nem fog felnyomni, hogy valami ott nagyon viszi az áramot. Lehet, hogy kriptót bányászol, nem, az most nagyobb bűnő marihuánát terjeszteni, mindegy is. Aztán nem termel sok hőt, ami megint csak jó, mert nem fogsz úgy megbukni, hogy az egész környéken csak a te házad tetejéről olvat le a lámpák fényétől a hő. A baj csak az, hogy az autók fényszórói inkább a hideg fényspektrumban mozognak, ami a növénynek nem annyira jó, illetve csak a korai növekedési periódusban jó, valamint meglehetősen koncentrál fényt adnak, ami azt jelenti, hogy így fölrakod a plafonra, két növény kiéget, a többi pedig ott árválkodik a sötétben. Megkerestem mellesleg egy szakembert, aki fényszórók fejlesztésével foglalkozott, de szerinte inkább nem igaz a hír, habár azt hozzátette, hogy elméletileg lehetséges, hiszen a ledek vezérelhetők, viszont ez annyira macerás és annyira komoly háttértudást igényel, hogy egész egyszerűen nem éri meg. Aztán ott van az is, hogy megnéztem egy csomó fotót illegális ültetvényeknek a razziájáról és hasonlókról, sehol sem láttam autófényszóróra emlékeztető dolgokat a plafonon. Ettől függetlenül, még egyszer mondom, a lehetőség adott, csak nagyon-nagyon bonyolult, főleg azok után, hogy AliExpressről azt rendelsz meg, amit akarsz, és hogy vannak olyan országok, ahol már legalizálták az otthoni termesztést, ott vannak erre szakosodott boltok, ahol nem is nagyon drágán meg tudod venni ezeket a LED paneleket, és be tudod állítani, hogy az adott növekedési szakaszban a megfelelő fényt adja a növénynek. Ezek alapján amúgy azt gondolnám, hogy mégis inkább a fekete piacra mennek a lopott fényszórók, mert bár nehéz őket tovább értékesíteni, de talán nem annyira nehéz, mint mondjuk átalakítani az autó fényszórót kannabisz termesztésre. Írjátok le, hogy mit gondoltok ti, hogy mik a tapasztalatok ezzel a témával, nem a kannabisz fogyasztással, hanem az autófényszórókkal, vagy pedig a kívülről lelopott elemekkel, ugye ez nem csak a fényszórókat érinti, az A6-os Audi bizonyos szériájából, így lehet kicuppantani a radart például, nagyon kellemetlen meglepetés. Aztán jövő héten megint igyekszünk jönni egy érdekes témával. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és hamarosan folytatjuk!